Egy héten belül már másodszor utasította el a feloszlatásáról szóló törvényjavaslatot a perui kongresszus. A szavazást azután tartották, hogy az országos szintű tüntetések nem csitultak az elmúlt egy hétben. Egy ember meg is halt a megmozdulásokon. A szerdai szavazáson azonban csak 54 képviselő támogatta a javaslatot, 68 továbbra is ellene szavazott. 60 család gyászolja a tüntetéseken meghalt embereket, értük kell nagyvonalúnak lennünk és feloszlatni a törvényhozást. Mindenkinek támogatnia kellene az előrehozott választásokat, mondta egy független képviselő. A legegyszerűbb megoldás az elnök lemondása lenne, mert akkor 4 hónapon belül új választások jönnének. Miért nem mondott még le az elnök? Tette fel a kérdést egy másik képviselő. A jelenlegi kongresszus, így az elnök mandátuma is 2026-ig szól. Az elutasított javaslat idén decemberre írta volna ki az előrehozott választásokat. Az elnök így 2024 áprilisáig maradt volna a hivatalban. Perúban azután robbant kitüntetés hullám, hogy decemberben letartóztatták Pedro Castillo elnököt, aki megpróbálta feloszlatni a törvényhozást. A kongresszus Dina Boluartét nevezte ki új elnöknek, azonban a tüntetések ezután csak még durvábbá váltak. Eddig legalább 60 ember vesztette életét a megmozdulásokon.